Még mindig emlékszel az őrült tanárra. Mindig öröm észrevenni azokat a filmekben, amelyek már régóta ismertek, de elfelejtettek, amelyek már felejthetetlen vagy egyszerűen egy olyan jelenetet nyújtottak, amely a nevükkel, amely örökre ég a retönő számára. Az 1990-es évek filmjeiben van egy paletta szám, különösen a ragyogó Steven Spielberg által készített filmek. Így néz ki sorozatunk következő epizódja, hogy megmutatja neked egy társztárt a világ egyik legjobb dinoszaurusz filmjében. 1993-ban a világ egyik legjobb kalandfilmje, amelyet Steven Spielberg rendezett, befejeződött, amely a popkultúránk egyik sarkából és ékszeréből származik. És bár a filmnek ezt követően több következménye volt, és még egy másik trilógák is a Jurassic World T készítették, Chris Pratt és Bryce Dallas Howard néven, sok film ellenére, az 1993 as műnek a legtöbb jelenete van, amelyre a legtöbb ember emlékszik, amikor az egyik a legtöbb ember emlékeztet. A többi ember a film legszebb hangulata, a professzor elmenekül, és valóban becsúszik a sárba az autójával. A számítógépes mérnököt Wayne Knight játszotta, aki csak 37 éves volt, amikor a film befejeződött. Dennis Nördi volt a neve a filmben, majd megkapták a játékért. Wayne Knight sok filmben jelent meg karrierje során, szinkron színészként Kung Fu Panda-ban, és Magyarországon ismeri őt az űrlugóról, mert ő volt a Michael Jordan hűséges és mellsorozata. Így néz ki most. Profilos.